Hát a történet 56 szép őszén kezdődik, amikor ez, amire nem emlékszem pontosan, vagy szeptember végén, vagy október elején a Kossuth Klubban volt egy a művészeti szakosztálynak egy összejövetele, ahol a Kertész Pál filmrendező, aki akkor a Színház és Filmtudományi Intézetnek volt az egyik munkatársa, vetette fel azt az ötletet, hogy újra kellene indítani azt a filmklub mozgalmat, amit Balázs Béla tervezett el még 1947-ben, és indított is 1947-ben. Balázs Béla, amikor hazajött és megalapította az első filmklubot, hát az is éppen a megalapításig jutott el, nem működött, hanem aztán 57-ben, tehát 56 után 57-ben lett megint, ez egy fontos téma. Több európai országban működő filmklubok mintájára Magyarországon is működjenek filmklubok, ahol filmbarátok nem csak megnézik a filmet, hanem beszélgethetnek is róla, kicserélhetik a véleményeket. Ez volt a szándék, Balázs Béla szándéka, de ez sajnos végül is nem valósult meg, külső körülmények miatt is, meg aztán amiatt is, hogy Balázs Béla elég hamar meghalt. Tudomásom szerint ennek a filmklubnak mindössze egy-két összejövetele volt, tehát nem lett volt tartós, amit onnan tudok, hogy a mi Balázs Béla filmklubunkban évekkel később megjelent egy idős úr, aki ennek a filmklubnak még fiatal emberként tagja volt. Tehát mondjuk ez volt az összekötő kapocs, a Balázs Béla alapította a filmklub és a mi Balázs Béla filmklub között. 1957-ben nyílt meg a Filmmúzeum Budapesten, ez a Broadway mozi később, és most meg színház van ott, de ez most mellékes. És akkor szervezték az első filmbarátköröket. Ezek is filmklubok voltak, a TIT volt a házigazda, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, de akkor ez még mozizásnak számított. Elővették nem a lomtárból, az archívumból a régi idők híres filmjeit, amelyek után a közönség sóvárgott, ilyeneket, mint Orgona virágzás, Waterloo Bridge, Meseautó és így tovább. Ezekből a filmklubokból voltak olyanok, amelyek a magyar filmet is megnézték, tehát nem csak nosztalgiázni akartak, hanem beszélgetni is. És a szakma egyre inkább érdeklődött a filmklubok iránt. Az egész programot ugyancsak az akkor ebben az már ebben említett intézetben dolgozó Kovács Ferenc filmtörténész vezette. Úgyhogy a következő évadot azt Bán Róberttel kezdtük el, aki még fiatal filmrendező volt. Tulajdonképpen a modernkori filmklub mozgalomnak a kezdete éppen ez az időszak, 57-58. Ilyen nevekre emlékszem, hogy Bán Róbert, filmrendező, vagy Gábor Pál, szintén filmrendező, későbbi filmrendező, Gál István, szintén filmrendező, szóval általában jeles emberek. És akkor jött a klubhoz Nemes Károly, ugyancsak az intézetből, a kitűnő filmesztéta. Annak ellenére, hogy én laktam olyan vidéki faluban is, ahol még mozi sem volt, nemhogy filmklub, mégis ős filmklubosnak számíthatom magamat. Ez pedig amiatt, mert még mielőtt főiskolára jelentkeztem, egy alkalommal Szőcs István Turán forgatott ilyen néprajzi filmet, és akkor sokat beszéltünk filmről, és ő akkor vezetett egy filmklubot Budapesten, ahová engem meghívott, többször elmentem, úgyhogy ott láttam Eisenstein filmeket, ott láttam Trinka báb filmeket és egyéb filmeket, és ez akkor már egy ilyen, hát ezt nevezhetjük filmklubnak, még hogyha hivatalosan nem is alakult meg a szövetség. A Filmmúzeum, ami az őse minden filmklubozásnak, tematikus sorozatokat indított. És kerek 50 évvel ezelőtt, ilyenkor novemberben én vettem egy bérletet, amire az volt a neve, hogy minden idők legjobb filmjei. Na, minden idők legjobb filmjei, ez fantasztikus. Hát ezt nekem látni kell. És akkor egy forintért, ide hátulra becsületesen rá is van írva, hogy egy forintért, ezt a nagyon klassz kis stencilezett füzetkét meg lehetett venni, és minden vasárnap délelőtt 10-kor, nagymise helyett, oda jártam a Filmmúzeumba. Én az 50 éves jubileumot ünneplem most,
mert hogy én körülbelül ilyenkor kapcsolódtam be aktívan a filmklubba. A korábbi időszakban meg résztvevője voltam a filmklubokba, jártam a József Attila Szabad Egyetemre, ahol a Bíró Ivetnek a sorozatait látogattam, és boldog voltam, hogy valamit megtudok. Számomra ez a történet a filmművészeti főiskolán indul, ahol Hercskó János utolsó osztályába jártam. János az első közé tartozott Magyarországon, akiknek meggyőződése volt az, hogy a film korunk és a jövő kultúrájának az alapnyelve lesz. De ahhoz, hogy ezt a szerepét betöltse, ahhoz ki kell szabadítani a moziból. Úgy értem, hogy ki kell szabadítani abból a szemléletből, hogy ez a szórakoztató iparnak egy üzemága, és egy sokkal szélesebb nyilvánosságot kell a film számára megteremteni. Én magam a 1960-as évek elejétől kezdve, természetesen akkor még mint néző, vettem részt a filmklubokba, 72-től 90-ig vezettem filmklubot ugyanott az Adi moziba, ahol hát kezdben, mint fiatal középiskolás, én is csak néző voltam. Én nem voltam filmklubnak a tagja, mielőtt filmklub előadó vagy filmklub vezető lettem volna. A Piarista kápolnában berendeztek egy vetítőgépházat, és ott Nyitrai bácsi, akinek a keresztnevét nem tudom, mert mi bácsinak szólítottuk, ő vetített különböző rendkívül ócska és régi lejárt filmeket, és a környékből különböző kispénzű nyugdíjasok oda jártak ilyen jellegtelen filmeket nézni. Ezt a vetítési lehetőséget Pál utcai fiús módra mondom, einstandoltuk mi egyetemisták, és ma azt mondanánk, hogy egy filmkulturális központot hoztunk létre az egyetemi színpad műsorain belül. A legelső munkahelyemen, a Budapest Művelődési Központban, friss diplomával a kezemben azt mondtam az igazgatómnak, hogy szeretnék filmklubot csinálni, és akkor tudtam meg, hogy ennek az intézményi háttérrendszerében megkerülhetetlen az intézet. Így aztán kezdődött egy ilyen ötvözet annak, hogy valójában én rögtön fogyasztottam is a filmnézést, és szeretem volna megmutatni, hiszen ez lett ott a munkám. Mi az, hogy filmklub? Ennek legalább háromféle értelmezése van. Az egyik az, hogy filmsorozat. Tehát egy bérletes filmsorozat, az egy filmklub. A másik az, hogy bérletes filmsorozat, ahol előtte tartanak egy előadást. És a harmadik pedig az, hogy ahol előtte előadás van, és utána pedig beszélgetés. Én nagyon élesen képviseltem ezt a harmadik alternatívát. A Filmtudományi Intézet az erővel, tehát adminisztratív erővel képviselte a másodikat. Tehát ők csak akkor adnak olyan filmet, ami egyébként nem hozzáférhető, hogyha azt előadás előzi meg. És akkor jön egy pillanat, és ez a ritus, ez a vetítés, amikor egyszer csak feltámad. Reinkarnálódik valami, ami más formában létezett a világban. Nem ugyanaz fog, mint a világban történt dolog, hanem annak egy valamiféle égimása. És ez a ritus, a vetítésnek, ez a nagyon sűrű és koncentrált pillanata, ez a csúcspontja tulajdonképpen mag egy film életének. Sötét van, emberek együtt ülnek, és elvarázsolódnak. Véget ér a film. És az emberek ott állnak tulajdonképpen egy nagy sóhajjal a filmvetítés után, hogy akkor most mi van? És akkor jön tulajdonképpen az a lecsengés, ami nagyon jól meg tud valósulni egy filmklub vitában, egy beszélgetésben. Ami helyére teszi bennünk azokat a kérdéseket, amiket
amiket a film hát fölkorbácsolt bennünket, érzéseket, és akkor hirtelen azt mondjuk, hogy de jó lenne erről beszélgetni. És ez maga a filmklub. Akikre tényleg legjobban emlékszem, az elsőben Sára Sándor, és hát Bán Róbert, aki ugye már korábban vezette a klubunkat. 59-ben az ő két első filmjük, vagy az első filmjeik egyikére egy párost hoztak el bemutatni a Balázs Béla filmklubban. Ez a Festenek a gyerekek, és a Hajnal után sötétség volt két rövid filmben. Mindenkinek nagyon tetszett a két film is. Emlékszem, hogy nagyon jó ízű, élénk beszélgetés volt a két film után, a két alkotóval. Engem akkor ragadott meg Sára Sándor egyénisége igazán. Az állampárt az gondosan ügyelt arra, hogy semmiféle más szervezet ne jöjjön létre. Filmklub, összejönnek az emberek, ki tudja, hogy miről beszélgetnek. Egy filmklubban sok mindenről lehetett beszélni. Még a filmekről is, de legtöbb esetben a politikáról beszélgettünk. Tehát azt is mondhatom, hogy az egyetlen legális összejöveteli hely vagy lehetőség, azok a filmklubok voltak, ahol még beszélni is lehetett, mert más valójában nem adatott. Például a Huszáriknak a Szindbádja, az a bemutatója, az is a Balázs Béla filmklubban volt, és hát ugyanak ő volt az operatőre, és így volt ő is ott. Úgyhogy Sándorral nagyon sokszor találkoztunk így a különböző filmklubos összejöveteleken, rendezvényeken. Nekünk a főiskolán bármilyen furcsa, a főiskolán is volt egy filmklubunk. Bármilyen furcsa, a főiskolán nem tanítottak az 50-es években filmtörténetet. Tehát ez elképzelhetetlen. Hát nem tanították, mert akkor a szovjet filmtörténet helyett még kellett volna beszélni a franciáról, az amerikairól, az olaszról. Bada Jancsi megszervezte, hogy bizonyos filmeket mi is meg tudjunk nézni. Így például én ott láttam az Aranypolgárt, ami egy döntő film volt, főleg egy operatőr számára, de egyébként is. És János ez azzal érte el, hogy azt mondta, hogy hát ezek operatőrök, ezek úgyis csak a fényt nézik, meg a gépmozgást. Nem érdekli ezeket, hogy mi történik a filmben. Tehát ilyen alapon szerveződött tulajdonképpen a főiskolán is egy filmklub. A 60-as évek vége felé, amikor már több éve csináltuk magát ezt a filmes sokféleséget, amatőr filmklub, filmtudományi diákkör és így tovább, akkor alakítottunk kettő filmklubot. Az egyiknek volt a neve Jean Vigo filmklub, ezt Fölgetek Balázs barátom vezette, és a másiknak pedig Eisenstein filmklub volt a neve, és azt pedig én vezettem. És ezek párhuzamosan mentek az egyetemi színpadon. Nem az a lényeg, hogy szakmailag precíz, pontos és a klasszikus követelményeknek megfelelő elemzéseket végezzünk ezeken az összejöveteleken, hanem inkább beszéljünk arról, ami bennünket foglalkoztat, az életünkről, a gondjainkról, amelyeket megosztunk egymással, illetve az alkotóval. Az alkotó is akkor tanul, hogyha nem csak arra a kérdésre kaptak választ, hogy tetszett, nem tetszett, hanem ezen túl megpróbálja megfejteni, mondjuk így, hogy a belső tartalmat, vagy azt a töbletet, amit a film cselekménye, ha volt cselekménye, mert filmnek nem mindig van cselekménye, tartalmazott. Nem volt olyan túl sok filmklub, amelyik folyamatosan évtizedekig működött volna. Nem is tudom, hogy a Balázs Béla filmklubon kívül hány ilyen filmklub volt. Ugye mi 57-től mondjuk így, mert 56-ban nem az csak az alakulás volt. 57-től 91-ig egyfolytában folyamatosan működtünk. Sok nehézség között. A filmklub nem szakembereknek a gyülekezete, hanem értő embereknek, gondolkodó embereknek a társasága, és itt nem az a lényeg, hogy a plánokat, a színészi játékot, a dramaturgia, a különböző kérdéseit megvitassa, hanem inkább az alapgondolatot, a mit mond, a mi az üzenet, mit tudok hasznosítani a magam életében, ezekre a kérdésekre kell elsősorban keresni a feleletet. Egyszerűen mondva, ha én nekem ez nem jut eszembe, hogy ezt csinálom fiatalon, naivan, akkor nem találkozom élőben, és nem ismerem meg személyesen Bódi Gábort, akinek a Kutyai Dalával premier,
szervezhettünk, és meg lehetett tanulni azt is, hogy a közönség találkozóknak abban az értelemben 89 előtti időszakról beszélünk, egész más jelentősége is volt. Az ember utólag rekonstruálva azt érezheti, hogy talán ezek voltak a legközelebb ahhoz, amit távolról egy magyar értelmiségi úgy képzelt, hogy a lengyelek mit élhettek át. A jó filmklubok Budapesten, Debrecenben, Pécsett és egyéb helyeken, azok bizony a magyar filmek támogatói voltak, megbeszélték ezeket a filmeket, és egyre inkább kialakultak azok a filmklubok, amik nagyon érdekesek voltak, ahol beszélgettek. Rengeteg olyan ember tett a filmügyért, akiknek a tudása azóta vagy elfelejtődött, vagy kiváltódott a mozirendszerek kialakulása miatt. Miközben enélkül nem lett volna az a generáció, akik ezt szeretik, erre építenek. Tehát azt is mondhatnám, hogy elképesztően fontos időszakról beszélünk. A 90-es években, amikor több forgalmazó feláll, és a Budapest film elkezdhet mást is forgalmazni, és a végén majd egy zseniális ötlettel elkezd ártmozikat létrehozni a portfelé, és mellette hozzá való filmeket is társítanak, annak ez a bázis, ez az alapja. Egy olyan közönség, akiknek van egyféle műveltsége. Ez még egy nagyon érdekesen analóg időszak, amikor az emberek egyszerre szerettek egy kis brosúrát megfogni, elolvasni, meghallgattak egy embert, aki arra járt. Volt tekintély annak, hogy a filmek elé kiállni, és volt annak jelentősége, hogy utána egy pár szót mondani. Nem az volt a kérdés, hogy szereted vagy nem szeret a filmet, jónak vagy rossznak tartott, hanem egyszerűen az emberek megnyilvánulták. Megköszönték szinte a filmet, csak a maguk révén, a maguk eszközével. Tehát a filmklub talán úgy gondolom, hogy kezdeti időszakában filmkönyvtár volt inkább. Tehát a mozik állandóan változó programjával szemben itt régi értékeket is bemutattak, vagy miután a filmmúzeumnak joga volt filmek vásárlására is, onnan lehetőséget kaptak a filmklubok is, hogy kikölcsönözzék és bemutassák a ott megjelenő közösségnek. Én úgy érzem, hogy ez volt a filmklubok következő fejlődési korszaka, amelyik egyre inkább igényelte, hogy a Filmklub Szövetség, tehát a Nemzetközi Filmklub Szövetséggel is felvegye a kapcsolatot. A filmklub mozgalomnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az híres nevezetes egyetemi színpad volt természetesen a igazi szülőhelye, ahol rendszeresen tartott előadásokat Bíró Ivett is, akinek szerettük az előadásait. És ez volt az a filmklub, ahol a legtöbb gondolattal és a legtöbb nehezen hozzáférhető filmmel találkoztunk. Elkezdtünk színvonalas filmeket vetíteni meg magyar filmeknek a premier előtti bemutatóit, ahova meghívtuk a rendezőt, és utána vitát csináltunk. Ami nagyon lényeges volt, hogy éreztük mi is, hogy a tudásunk az enyhén szólva hiányos, és ezért az egyetemi színpad meghívta, vagy mi meghívtuk Nemeskürti Istvánt, aki akkor már kandidátus volt, de az irodalom kandidátusa, viszont mint ilyen volt valami rangja akadémiai szinten, és ő indított itt egy filmesztétikai speciál kollégiumot. Tehát ez tulajdonképpen egy egyetemi tantárgynak volt, mondjuk úgy, hogy álcázva. Annyiból különleges volt, hogy az egyetem bármely karáról lehetett oda járni. Akit meg szeretnék említeni, és sajnos éppen nem régiben halt meg, az a Nemeskürti István volt, aki 1961-ben és 62-ben ugyancsak a TIT, hát ő a TIT művészeti szakosztályának volt akkor egyik vezetője, és a TIT keretén belül azt mondta, hogy hát annyi filmklub van, hogy most már nincs a Filmtudományintézet állományában annyi szakember, hogy minden filmklubba jusson belül. Tehát azok közül, akik
a filmklubokban aktívan tevékenykednek, vezetnek filmklubokat, azok közül ki kell válogatni azokat, akik hajlamot éreznek arra, hogy előadók is legyenek. Egy maradandó élmény volt, ahogy ez a fiatal férfi, ugye ő akkor 30-40 év között volt, kiállt elénk, hosszan turkált a zsebeiben, aztán valamelyik zsebéből elővett egy ilyen kis cédulát, és azt így nézte, és akkor erről elkezdett beszélni, és beszélt erről a céduláról 50 percig folyamatosan. És akkor Nemeskőti István csinált egy ilyen tanfolyamot, összegyűltünk ott, vagy 20-25-en, már néhány névre emlékszem, de nem mindenkire, hát Veres József például akkor ismertem meg, aki akkor már ugye évek óta vezette a Debreceni Egyetemen a filmklubot, Pataki Iván, aki sajnos már évek óta nincs közöttünk, és még jó néhányan mások is, akik aztán aktív tagjai voltak a mozgalomnak is, és később a szövetségnek. A mai néző, aki bármit letölt, vagy a YouTube-ról, Vimeo-ról, el nem tudja képzelni, hogy akkor a filmek mennyire hozzáférhetetlenek voltak. Tehát az, hogy Nemeskőti István elővette ezeket a filmeket innen, ugye a filmarchívumból kérte ki az ő speciális tekintélyével és kapcsolatrendszerével, az azt is jelentette, hogy ezeket ő kiszabadította a dobozrapságból, és elhozta ide az egyetemi színpadnak a közönsége elé. Ma filmtörténész kutatóként most is dolgozom, és egyszerűen leesik az állam, hogy az ő könyveiben ő milyen információanyagot tudott mozgatni, és azt abban a korszakban, internet előtti korszakban, diktatúra által behatárolt korszakban, ő hogyan tudta beszerezni, egyszerűen szinte rejtély számomra. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a mozgalom tulajdonképpen az, aki a kezébe tartotta, és tulajdonképpen úgy tartotta a kezébe, hogy dajkálta a filmklub mozgalmat, hiszen akkor még mozgalom volt és nem szövetség, az a Filmtudományi Intézet volt. És hát a Filmtudományi Intézetből is, hát akinek a nevét feltétlenül meg szeretném emelni, az Draskovics Bori. Draskovics Tiborni, aki az egyik legcsodálatosabb egyéniség volt a Filmtudományi Intézetben, vezette az ismeretterjesztő osztályt. Igazából ő volt a, hogy mondjam, csak így a, az a keresztmamája a filmklub mozgalomnak, aki mindenhol rajta tartotta a kezét, mindig mindenben igyekezett segíteni. Szóval az, hogy egyáltalán ez a filmklub mozgalom megmaradt, hogy egyre terebélyesedett és egyre jobb lett, ezt nyugodtan mondhatom, egyre jobb lett, abban Draskovics Borinak borzasztó nagy szerepe volt. Az ismeretterjesztő osztálynak az volt a munkája, hogy a filmarchívum kötelékébe tartozó filmkluboknak az adminisztratív szervezését intézte, mellett a Filmmúzeum program szerkesztése, az újonnan bemutatásra kerülő filmeknek a megismertetése, közönségszervezése, az ismeretterjesztő anyagok, háttéranyagok biztosítása, kreálása, kisfizetek, brosúrák szerkesztése a filmklub mozgalomhoz is. Szinte minden nemzetközi konferencián részt vettek, nagyon jól tudott kommunikálni a külföldön dolgozó filmklubosokkal is, és szinte mindenüvé járt Európába, és fölvette a kapcsolatot. Azért legnagyobb tanító mesteremnek, bármennyire hihetetlen, Szőcs Istvánt tartom, akinek a filmjét az éppen betiltott, és 30 évig lényegében alvó Ének a Búza Mezőkről című filmjét, azt 1966-ban láttam egy filmklubban. És a Filmtudományi Intézet, ami akkor nagyon konstruktív szerepet játszott, mert hogy kvázi engedte, adta a Draskovics Bori, megengedte, hogy egy ilyen bérleti adásba beszüremkedjenek kvázi nem létező filmek is, retro vetítésbe betette az Ének a Múzeum ezekről. Annak ellenére, hogy az lényegében zárolva volt. Az archívum az egy nagyon speciális intézet volt, nem volt a rendszeren kívül, csak speciálisan forgalmazhatott. De maga az intézet sok szempontból nagyon érdekesen a szakmán kívüli is volt, meg belül is volt. Archívum kópiákat tárolt, kapcsolat volt az emberekkel, de igazából
abban az időszakban se, és később se volt egyértelmű, hogy hogyan kapcsolódik a magyar filmgyártás egészéhez. Olyan volt, mint egy bolygó, aminek meg kéne találni, hogy hogyan kapcsolódik és hogyan szervül, de nem volt úgymond például gyakorlata. A Filmklub Szövetség ötletét, hát azt Bíró Ivett vetette fel a 60-as évek elején, 62-63 körül, és igyekezett megszervezni legalábbis egy magját ennek a szövetségnek, hogy miért sem, erről én nem tudok, de egyszer csak hamvába volt ez az egész kezdeményezés. Bíró Ivett soha nem mesélt arról, hogy ennek mi volt az igazi oka, és aztán az egész dolog elaludt, gondolom felső ukázra vagy utasításra. 1981-ben Schiffer Pállal, a dokumentum rendezővel találtuk ki a Filmklub Szövetséget, tehát azt, hogy ebben a formában, ahogy az később megalakult, létre kellene hozni a magyarországi filmklubok és filmbarátok szövetségét. Ez ma meglepő, de hát az, hogy 5-6 évig ültek egy javaslaton, ilyen bonyolult politikai helyzetben, a politikai helyzet mindig bonyolult volt, ez akkor nem tűnt annyira meglepőnek. Persze bosszantó volt. Tanult kollégáim, Schiffer Pali, vagy akár a Lányi András is, hát ők meg szorgalmazták is, meg munkabizottság is alakult, és mégsem ment, és mégis dökötött. Ennek valószínűleg politikai oka volt. Itt magammal hoztam a Schiffer Palinak egy felkérő levelét, 82-ből, így szól, hogy mellékelten megküldjük a Filmklub Szövetség megalakítására tett programtervezetnek a 82. augusztus 18-i megbeszélés értelmében a javított szövegét. Az előkészítő munkásból továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk. Schiffer Pál a Filmklub munkabizottság vezetője. Még pecsét is van rá, és ugye hát a Pál utcai fiúkból tudjuk, hogy pecsét nélkül semmi sem szabályos. Az első időszakban mondjuk a politika volt, ami meghatározta, hogy a filmklubokban mit engedélyez. Nem a filmekre gondolok, hanem hogy a társadalom elkezdett érdeklődni ez iránt, az azért a politika függvényébe alakult, így szeretném mondani. Az nagyon fontos volt, hogy ez a mozgalom, ez élt. Függetlenül attól, hogy létezett-e szövetség, vagy nem létezett, a mozgalom élt, működött, összejártunk, beszélgettünk. Ez a politikai meghatározottság és a Filmtudományi Intézet által meghatározott koncepcióból ki szerették volna venni, és valóban egy önálló forgalmazási fórummá tenni, amelyiknek önálló nemzetközi kapcsolatai vannak, amelyiknek élő kapcsolatai vannak a filmrendezőkkel, a Filmklub Szövetségen keresztül. Egy országos szervezetnek a körvonalai kezdtek kialakulni, azonban ez nem olyan egyszerű dolog. Az akkori viszonyok mellett egy egyesület létrehozása rengeteg, elsősorban politikai egyeztetést igényelt. De hát az ilyen értelmiségi összejövetelek mindig gyanúsak, és így aztán 80-as évek elején elkezdődött a szervezés, 82-ben már nagyon komoly előkészítő munka folyt, és ehhez képest csak 86-ba jött létre. Tehát azért azt látni kell, hogy 4 évig tulajdonképpen a politikai vezetés megpuhítása folyt. És ahogy a filmszemlét is kivette a szakma a politika kezéből, vagy legalábbis nagyon törekedett erre, hogy kivegye, néha sikerült, néha nem, a filmklubot is. A Filmklub Szövetséget arra találtuk ki, hogy ezek az elszigetelt magányos hősök összefogva sokkal jobban tudják az érdekeiket képviselni, és talán akkor sikerül azokat az intézményes kereteket megteremteni, feltételeket, amelyek között beindulhat egy egészséges filmklub mozgalom. Valószínű, hogy az intézet megféltette a pozícióját, tehát nem nagyon akarta, hogy kikerüljön teljes egészébe, és ő ne egy
mindent befolyásoló intézményként működjön a filmklubok esetében, hanem csak filmkölcsönzőként. A légkör kezdett megváltozni az országban. Akik akkor éltünk, azt megéltük, hogy nem, már lehetett dolgokról beszélni, amire az nem beszéltünk, és így tovább. Ez már az enyhülés időszaka volt, hogy engedték, hogy szerintem, hogy a Filmklub Szövetség létrejöhetett. És lehetett harcolni bizonyos dolgokért. Úgyhogy ezt a harcot kétségtelen, de Zsiffer Pál vezette, és végül is hát sikerült elérni az engedélyt, hogy megkapjuk az engedélyt a szövetség megalakulására. Létrejönni létrejött, de hát hogy mondjam én, amire nagyon régen volt, de visszaemlékezem, hogy az állandó gond az az volt, hogy a pénz, paripa, fegyver. Ezt azért látni kell a történet mögött, hogy 70-es években nem lehetett volna Filmklub Szövetséget alapítani, a 80-as években már lehetett. Tehát úgy vált megoldhatóvá, nem könnyűvé, de megoldhatóvá, hogy kiénekeljük a sajtot az elvtársak szájából, és oda merjék adni az Állombrigádot vagy a Pócs Petrit a zárt körű korlátozott forgalmazásra. Gyakorlatilag a Filmklub Szövetség az nem más, mint annak a megerősítése vagy kifejezése, hogy a filmklubba való foglalkozás egy picit egy szellemi kapcsot jelenthessen, kimondva is, a nemzeti filmesekhez. A Filmklub Szövetség és a Filmklub Mozgalom valahogy mindig ilyen mostoha gyerek volt. Néha voltak jobb évei, néha kevésbé, de állandóan végig kísérte az a bizonytalanság, ami most nem tudom, hogy hogy van, de el tudom képzelni, hogy még mindig elég bizonytalan légkörben működik a Filmklub Szövetség. Aki 89 előtti Magyarországon élt, az tudja, hogy alkalmanként mindenről tudva nem úgy voltunk betolva, hogy esetleg egy telefon le lesz hallgatva, de az ember mégis okosabban, éberebben, dupla fenekűben fogalmazott és tett dolgokat. Például maga a Filmklub Szövetség majdnem biztos vagyok benne, hogy nem volt egy kívánt dolog, hogy létrejöjjön. Véletlenül úgy alakult, hogy azok a filmrendezők, Sára Sándor, Zsiffer Pál és magam, akik a kezdeményezés élére álltunk, mi többé-kevésbé mind megbízhatatlan emberek voltunk a demokratikus ellenzék különböző kezdeményezéseinek résztvevői. Szóval bátorság kellett Kőhalmi Ferenc részéről, de ezt most vicc nélkül mondom, hogy belemenjen abba, hogy egy Filmklub Szövetség a mi elgondolásaink szerint megalakuljon. Ennek következtében ugye elsősorban az alapszabálynak a elkészítése során hát azt lehetne mondani, hogy gyakorlatilag minden mondatot el kellett külön-külön fogadtatni, tehát hogy ez nem államellenes összeesküvés, ez kizárólag kulturális célú egyesület. Zsiffer Pálival az volt a viszony, én tiszteltem őt, mint filmes, és később pedig azt a megszállottságát tiszteltem, hogy van egy aktív filmes, aki mellette ilyen egyszerű, praktikus földi dolgokkal is hajlandó volt foglalkozni, mint például az, hogy szervezés. Tehát ne feledjük, hogy lehet beszélgetni, meg találkozni, meg mindenfélét csinálni abban az időszakban, de azt mondani, hogy én ezt szervezni is akarom, ez olyan, hogy mintha az ember egy zászlót fölemelne, és mondanak, hogy mi nem csináltad csöndbe. Mondjuk úgy, hogy ez az alternatív, civil társadalomban létező filmforgalmazási forma átkerült a szakma kezébe. Vagy azt akarták, hogy átkerüljön. És azzal, hogy a Filmklub Szövetség megalakult, át is került. A Filmklub Szövetség, amikor megalakult, szerintem a egyre inkább átalakulni akaró és egyre több lehetőséget látó filmszakma önállósodását is segítette. Így megismerkedtünk a helyzettel, megismerkedtünk egymással, és megszereztem az első tanulságos tapasztalataimat arról, hogy az a civil önszerveződés milyen gyönge lábakon, milyen végtelenül gyönge lábakon áll Magyarországon, amitől bármilyen szellemi megújulást vagy kulturális kezdeményezést remélni lehet. Azért merem azt mondani, hogy ez még nem volt a hanyatlás korszaka, mert
olyan nagy létszámban gyűltek össze emberek erre az alakuló ülésre, hogy nem fértünk be a terembe. Nem fértek el az emberek ott, tehát zsúfolásig meg. Azt mutatta, hogy sokan érdeklődtek, tehát hogy egy történik valami. A Schiffer, aki ugye alelnöke volt mondjuk, vagy ügyvezető elnöke a szövetségnek, ő sok mindent akart csinálni, és sok mindent csinált is. Az egyik az, hogy abban az időben elérte, hogy a szövetségnek kölcsönzési joga volt. Talán még ma is őrzök otthon olyan listát, amelyen összeállítottuk azoknak a filmeknek a sorát, amelyeket a filmklub mozgalom számára okvetlenül szeretnénk hozzáférhetővé tenni. A továbbképzések megszervezése, ez valószínűleg nagyon fontos volt, hogy ettől kezdve éveken át elég sokáig rendszeresen nyaranta voltak olyan többnapos továbbképzések, találkozók, ahol a filmklub vezetők új filmekkel ismerkedtek, előadásokat hallgattak meg. Ezek nagyon fontos évek voltak, mondom egészen 90-ig. Volt olyan év, amikor a Filmklub Szövetség díjat adott ki a filmszemlén, és ez volt a legdemokratikusabb díj, mert aki részt vett Filmklub Szövetségi tag a filmszemlén, mindenki szavazott. És a díj így került kiosztásra. Amit még fontosnak tartok, mert ugye innen indult el a Filmklub Szövetségből, és egy maradandó eredménye, vagy mellékterméke a szövetség alakításnak, az az iskolai filmoktatás ügye. Ez onnan indult, hogy felismertük, hogy a képzett filmklub vezetők nincsenek, illetve a filmklubok vezetésére, szervezésére alkalmas mozisok sincsenek, és 1989-ben az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán megalakult a magyar felsőoktatásban az első olyan képzőhely, ahol többen filmforgalmazási szakembereket képeztek. 90 után hát ugye elkezdett kicsúszni a támogatási háttér a filmklubok mögül, és akkor tényleg úgy volt, hogy nagyon sok filmklub szűnt meg. 1996-os Nemzeti Alaptantervben megjelenik a Mozgókép és Média Ismeret nevű új műveltségi terület, ami a Nemzeti Alaptanterveknek azóta is része, a középiskolai oktatásnak hol része, hol nem része, ez már egy másik történet. De ez szorosan összefüggött, mert a filmkluboknál szélesebb, de a filmklubban szorosan összefüggő kultúra terjesztő tevékenységet csak az iskolában lehet elkezdeni és folytatni. És mindig úgy gondoltuk, hogy hát a filmklubok igazi közönsége az a középiskolák és a főiskolák, egyetemek diákjai. Tehát ebből az irányba kell elindulni. A szövetség alapító tagja volt ugye az MMK-nak. És mint így alapító tagként ugye delegált résztvevőket az egyes pályázati szakbizottságokba. Volt szó róla, hogy a közönség mennyire szerette a magyar filmet, ez így van. De nem csak szerette, hanem értette is. És az, hogy szerette, abba belejátszott az is, hogy ezek a filmek arról szóltak, általában, vagy nagy többségében arról szóltak, amelyik az embereket, mint probléma izgatta. A filmklub az egy tiltott gyümölcsöt prezentált. Most, hogy a tiltás politikai volt, vagy gazdasági, vagy rossz szervezés, vagy valami, tehát magyarul olyat adtunk, ami nem volt hozzáférhető másképpen. A filmekben megfogalmazott, vagy abból kihámozható politikai üzenet a sok esetben és sok ember számára fontosabb volt, mint éppen a művészi megformálás. Persze a kettő egymás nélkül nem megy, de mégis az embereket ez izgatta, meg ezért szerették, meg hogy ott lehet beszélni, meg a saját dolgaikról beszélnek, meg érezhették inkább, hogy részesei a dolognak, részesei egyfajta átalakulásnak. Még egy probléma, itt én nagyon fontosnak látok, hogy az a nagyon szoros kapcsolat, ami a filmklubokat és a szakmát, tehát a művészeket, a rendezőket, operatőröket összekapcsolta. Ez az élő és nagyon szoros kapcsolat, ez ugyancsak egyre lazább lett, és ma már nagyon sajnálatos módon szinte egyáltalán nem létezik. Sajnos csökken a értő közönségnek a száma, és a filmklub mozgalom sem tudja úgy betölteni a szerepét, rendeltetését, funkcióját, ahogy azt megérdemelné, de hát azon kell dolgoznunk, hogy ez a maroknyi tábor, ez ne zsugorodjon tovább, és hogy
az igazi filmművészetnek a barátait, megtalálják azokat a fórumokat, ahol hódolhatnak a szenvedélyüknek. Hogyha az embernek valami élményt jelent, de ez festményre, irodalmi műre, filmre, mindenre érvényes, akkor igénye van arra, hogy hasonló gondolkodásúakkal beszéljen róla. És ilyen alapon mindig lesznek filmklubok, mindig lesznek könyvklubok, mondjam azt, hogy hála Istennek. Kósa Ferencet hallgatva, filmjeit nézve, Sára Sándor műveit lassanként megismerve, majd a személyiségével találkozva, Schiffer Pál filmjeit nézve, majd látva az aktivitásokat, értettem meg a közeget jobban, anélkül, hogy esetleg alanya vagy elszenvedő részese lettem volna, hogy milyen az a közeg, ami történik, milyen ez az ország. Miközben mi filmeket nézünk, elemzünk, csinálunk, akkor közben építjük a mi saját személyiségünket, a magunk morális értékrendjét, a magunk érzékenységét, sok mindent építünk magunkban, mint nézők, és közben azért a szakmai részét is megtanuljuk, mert valami módon észreveszünk, hogy milyen hatások nyomán jön ez létre. A filmhez való viszony nagyon beszédesen más lett, és jelen percben én úgy fogom fel, hogy a mai társadalom, akár mondhatjuk úgy az aktuálisan a leginkább égető problémákra nem is olyan biztos, hogy a játékfilmek adják meg a legpontosabb válaszokat. Tulajdonképpen ugyanott tartunk ezzel a kérdéssel, miközben épp a dokumentumfilm volna az, ami közvetlenül szólítja meg az érintett társadalmat. Nézzétek, ilyenek vagytok, ezek a problémáitok, beszéljük meg. A dokumentumfilm csak egy ilyen nyilvános párbeszéd részeként tudja betölteni a küldetését. Abban biztos vagyok, hogy ez a szféra ugyanúgy megérdemel még civil figyelmet, mint ahogy korábban is kapott, és abban is biztos vagyok, hogy a példákkal és a jól kiemelt, jól szervezett programokkal lehet etikailag fontos kérdésekről, politikailag, civil mozgalmat érintő kérdésekről folyamatosan beszélni, de tökéletesen, lényegesen új nézőponttal és más szemlélettel, mint egykoron. Jobb egy filmet társas módon nézni, mint egyedül egy bármilyen képernyő előtt. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a filmről beszélgetni kell. Ez a két dolog, a közös nézés élménye és a megbeszélés, ahol van valaki, aki jobban ért hozzá, mint a többiek, ezt azt hiszem, hogy ez megmarad. Egy filmklub szövetségnek gyakorlatilag minden filmet szerető és film iránt érdeklődő csoportot össze kéne fognia, és ez én egy alapfeladatnak tartom. Közben lett egy olyan generáció, aki nem ér rá semmilyen értelemben elmenni, kultúrát fogyasztani, holott egykoron, amikor fiatal volt, akkor ezt nagyon komolyan gondolta. Ez egy elgondolkodható részlet, hogy lehet, hogy még velük is lehetne valamilyen ponton találkozni. Nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy ezt a fordulatot valamilyen szempontból így fölvázoljam, mert ezt inkább csak remélni lehet, vagy elképzelni. Minden esetre most nem vagyunk sokkal a nullpont után, vagy közelében, mert ha arra gondolok, hogy a 60-as években egyszerűen kinézték a társaságból, aki nem ismerte az új magyar filmeket, hát amikor a Szegény legények, a Hideg napok, az Apa futott, akkor társaságból nem lehetett megkerülni ezeket a filmeket. Ma egy Saul fia sem kelt szenzációt. Pezsgő eleven életet kell teremteni a 19. század irodalmi szalonjaihoz, szenvedélyes vitáihoz, harcaihoz hasonlóan. Elnövő félben van egy generáció, akinek fogalma sincs a Latinovics Zoltán művészi képességeiről, és ekkor eszembe jutott a
Sándor Györgynek az a zseniális mondása, hogy az első nemzedék az felejt, a második elfelejt, a harmadiknak meg már eszébe se jut. Ez sajnos így lesz a magyar filmművészet kiemelkedő alkotásaival, alkotóival, színészeivel. Ne legyen igazam. Ezt szeretném. A film vajúdó, roppant erőfeszítéseit és problémáit mentől szélesebb nyilvánosság előtt tárgyaljuk, mert csak így lehet nagyszámú és megfelelően képzett, finom ízlésű közönséget, hívőket és barátokat szerezni. Ezek látnoki szavak, a film klubot is kvázi felvázolta itt, és Innyencek moziának hívta. Paradigmaváltások esetén mindig van egy olyan, hogy hirtelen elvesztjük a dolgokat, hogy akkor most hogy kellene csinálni. Amikor a Művészeti Akadémia és központi forrásokból 53 magyar film digitalizálása megtörtént, és most már megvannak ezek a filmek. Ezek most közkincsé válhatnak úgy, hogy a Manda a Filmklub Szövetséggel egy olyan egyességet kötött, hogy ehhez hozzáférjenek bizonyos filmklub vezetők. Ebből az 53 magyar filmből bárki, nem bárki, a jól működő, megbízható klubok vetíthetnek, hozzáférnek jó minős HD minőségben felújított kópiák vetítésére. Másik oldalon is van egy mozgás, ez a Nemzeti Művelődési Intézettel is tárgyalásban állunk, hogy létre kellene hozni, és már ők lényegében létre is hozták, azt a filmstokkot, ami majd ugyanígy digitalizálva belekerül egy ilyen közraktárba. És ez a hát kockázatos kísérlet, de hogy a könyvtár mozi gondolat. Kisvidéki helyeken akkor már mozi nincs, meg már semmi nincs, de egy könyvtárnyi szoba még van, oda egy projektor és egy jó minőségű szélessávú internet, és ott is lehet vetíteni nem csak ezt az 53 filmet, hanem további 100 dokumentumot, meg majd még ahogy gyarapszik. Én azt gondolom, hogy a technológia főként a tárolás, közvetítés, szállítás megsporolásával jó minőségű és sokszor felújított kópiákkal bizony a magyar filmnek is egy kvázi reneszánsza jöhet el, és kitágulhat, mert a dokumentumfilm az eddig sehol nem tárolódott, sehol senkinek nem volt a archívuma, senkinek nem volt dolga gyűjteni, és én úgy gondolom, hogy akár nem egy nagy nemzeti mozgalom is lehet az, hogy mi, elsősorban nyilván az alkotók vagy a producerek úgy döntenek, hogy beteszik ebbe a közösbe. És ez azért is lenne fontos, és erkölcsileg tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy megnyugtató is az emberek számára, mert a filmek elég nagy része közpénzből készült. És ami közpénzből készült, az én véleményem lehet, hogy a producerek most fognak megkövezni. Én úgy gondolom, hogy az közkincs. A filmklub mozgalom és a filmművészet az valahol összefügg. Tehát, hogyha elkezd meghalni vagy halódni a filmklub mozgalom, akkor számítani lehet arra, hogy előbb-utóbb a filmművészet is ennek kárát vallja. Tehát kölcsönösen hatnak egymásra, és kölcsönösen feltételezik egymást.